Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy rendkívül mutatós, bogyós kötéskezdést nézünk meg. Nagyon szép, dús, tömött, formatartó bogyókat kapunk, amik nem fordulnak el, nem fordulnak ki, és a kötés visszáján is szépen mutatnak. Kötött bogyókért természetesen meg kell dolgozni egy kicsit, egy szemből ötöt kötünk, majd négy sor harisnyakötés után az öt szemből újra egyet. De azt hiszem ez a kis plusz munka megéri, olyan szép az eredmény. Ezen a mintán a bogyók között három sima szemet kötöttem. Ezen természetesen lehet változtatni, lehet sűrűbben vagy ritkábban elhelyezni a bogyókat. Ha ezt a három szemes távolságot tartjuk, akkor egy minta egység négy szemből fog állni. És előtte még lesz egy sima szemünk, illetve utána még egy bogyó és egy sima szem. Tehát a négy szemes mintaegységen felül plusz három, és a két szélszem. Ebben az esetben hét mintaegységet kötöttem, az egyébként 8 bogyó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tehát 7x4 plusz 3 plusz 2, 33 szem van most a tűn. Együtt ennél egy kisebb darabot fogunk megkötni négy mintaegységgel, azaz 5 bogyóval, ami azt jelenti, hogy 4x4 plusz 3 plusz 2, 21 szemmel indulunk majd. Felszedek a tűre 21 szemet. És indulunk az első sorral. Szélszem, ezt simán átemelem. Az ismétlődő mintaegység előtt kötünk egy sima szemet, és most indulunk a négy szemből álló mintaegységgel. Ebből a szemből öt szemet kötünk oly módon, hogy kötünk egy sima szemet, majd teszünk egy ráhajtást a tűre, egy újabb sima következik, újabb ráhajtás, még egy sima. Ezzel egy szemből ötöt kötöttünk. Megfordítjuk a kötést a visszájára, és ezt az öt szemet fordítottan kötjük. Egy, kettő, három, négy, öt. Vissza a színére, simán kötjük ezt az öt szemet. Egy, kettő, három, négy, öt. Egy újabb fordított sor következik az öt szemen a visszáján. És a színén még egy sima sor. Ezzel gyakorlatilag négy sor harisnyakötést kötöttünk ezen az öt szemen. Most az öt szemből újra egyet csinálunk úgy, hogy erre az első szemre
Először ráhúzzuk a másodikat, majd az első szemre ráhúzzuk a harmadikat, az első szemre ráhúzzuk a negyediket, és az első szemre ráhúzzuk az ötödiket is. Eligazgatjuk a bogyót, kicsit meghúzzuk a fonalat, elkészültünk vele. Következik három sima szem. Újra egy bogyóhoz értünk, egy szemből ötöt kötünk, sima ráhajtás, sima ráhajtás, sima, visszáján, fordított. Egy, kettő, három, négy, öt, színén sima, még egy fordított sor a visszáján. És az utolsó sima sor a színén. Elkészült a négy sor harisnyakötés, az első szemre ráhúzzuk a másodikat, az első szemre ráhúzzuk a harmadikat, a negyediket, és az ötödiket is. Eligazgatjuk, meghúzzuk, haladunk tovább a három sima szemmel. Egy, kettő, három. Újabb bogyó következik, egy szemből ötöt kötünk. Sima ráhajtás, sima ráhajtás, sima. Megfordulunk, visszáján öt fordított szem. Színén öt sima. Még egy fordított sor a visszáján. És egy sima sor a színén. Az első szemre ráhúzzuk a másodikat, a harmadikat, a negyediket, és az ötödiket is. Haladunk tovább a három sima szemmel. Újra egy bogyóhoz érkeztünk. Sima ráhajtás, sima ráhajtás, sima. Visszáján fordított szemek. Színén sima. Még egy fordított a visszáján. És a negyedik sor sima a színén. Öt szemből újra egyet csinálunk, az elsőre ráhúzzuk a másodikat,
majd a harmadikat, a negyediket, és az ötödiket is. Három sima. Az utolsó bogyón következik. Sima ráhajtás, sima ráhajtás, sima. Visszáján öt fordított szem. Színén öt sima. Visszáján öt fordított. És még egy sima sor a színén. Öt szemből újra egyet. Első szemre ráhúzzuk a másodikat, majd a harmadikat, a negyediket, és az ötödiket is. Az utolsó bogyónk után még van egy sima szemünk, illetve a szélszem. Elkészült az első sor. A második sor következik, szélszem, és végig fordított szemeket kötünk. Ahol látjuk, hogy a bogyó után nagyobb távolságra következnek a sima szemek, ott igyekszünk minél közelebb húzni a fordított szem kötésével a két szemet egymáshoz. Ez volt a második sor a visszáján. Nagyon szép, dús, nagy, stabil bogyókat kaptunk, színén visszáján szépek. A következő sortól pedig tetszőleges mintával folytathatjuk a kötést. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk. Addig is jó kötést kívánok mindenkinek.